Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig egy háznézős podcast adás lesz, illetve két háznak a megnézése egyszerre. Szokás szerint úton vagyok, úgyhogy a forgalomnak a zaja beszűrődhet, illetve ha debilnek tűnök, akkor az attól van, mert a vezetésre is figyelek. Jobban mondva, a vezetésre figyelek elsősorban. Ha nem viszem el ezt az oszlopot. Balatoni ingatlanok megnézésére kaptam felkérést. Nyaralókról van szó. Családi házakról, mármint nem családi ház használatra, családi házakról. Amit először megkaptam hirdetést, az egy ikerfélház volt, 80-as években épült. Gyakorlatilag képzeljétek el egy pince, földszint, tetőteres, tipik épületet, ami mondjuk 11x11-es, nyeregtetővel, na és ez középen elvágva, bal és jobb ikerház félre. És ennek az egyik felét hirdették meg. Kicsit ilyen jokerszerű az épület, mert hogy az egyik oldala az még pala fedéses, a másik oldalán már kicserélték betoncserépre a tetőfedést, természetesen a palafedéses az, ami eladóvá vált. Ezt kellett megnézni. Ahogy említettem, ez egy pince, földszint plusz tetőteres épület. Részben felújítottnak hirdették, új műanyag nyílászárókkal, új áramhálózattal, stb. Kívülről igazából annyi látszódott, hogy a nyílászárókat tényleg kicserélték, hőszigetelés nincsen rajta. Ami ilyenkor az egyik legfontosabb kérdésem, ja, és az szerepelt a hirdetésben, hogy akár állandó lakhatás céljára is alkalmas az épület. Ami egy nyaraló vásárlásnál mindig az egyik legfontosabb kérdésem, hogy nyaralónak lesz-e használva, vagy pedig tartós lakás céljára, tehát itt akarnak-e folyamatosan lakni, mert teljesen különböző szemlélettel kell hozzáállni a dolgokhoz. Itt azt mondta a vevőjelölt, hogy nyaralónak akarják nézni, ettől függetlenül természetesen megnéztem úgyis, mint lakóépület, de teljesen mások a szempontok, ugyanis el lehet engedni bizonyos dolgokat, ahogy majd halljátok is a adás későbbi részében. A pincénk az egy rámpával megközelíthető az útról, szokás szerint, illetve hát jó magyar szokás szerint a 5 méteres előkert miatt ez a rámpa meglehetősen meredek, jó éles szögtörésekkel, tehát egy olyan autó, ami tipikusan mondjuk egy családi szedán vagy kombi, aminek van hátul túlnyúlása, elő túlnyúlása, az fennakad egyszerűen ezeken a szögtöréseken. Egy olyan autó, aminek a kerekei ki vannak húzva a szélre és emelt hasmagasságú, azzal be lehetne állni, viszont a garázsnak a mélysége eleve 4 méter 40 centi körül van, tehát nem is férne be egy normál autó, de nem is kívánják egyébként garázsként használni ezt a lenti részt. Eleve egyébként egy viszonylag pici kis épületről beszélünk, közel 5 méteres szélességgel, illetve egy ilyen 9 méteres hosszal, úgyhogy a lenti rész megközelíthető innen is, és lent van a kazánunk, lent van egy vizes blokkunk, egy zuhanyzóval, egy épített zuhanyzóval, WC-vel, valamint az látszódott, hogy a szennyvízcsövünk az lemegy még lefelé a pincéhez képest a padlóba. Ez a szennyvíz kérdése egy alápincézett épületnél mindig nagyon fontos kérdés, ugyanis ha nagyon mélyen vagyunk az utcához képest, a pince szinttel, akkor vagy áttemelő szivattyúval működik az egész dolog, vagy azt látom, vagy azt lehet látni a pincében, hogy mondjuk mellmagasságba kimegy a szennyvízcső a pince falon, ami azt jelenti, hogy az a legmélyebb pontja a szennyvíz kivezetésnek. Magyarul, ha valaki a pincébe akar mosókonyhát, WC-t, zuhanyzót, ilyesmit, akkor sajnos csak áttemelő szivattyúval tud utána működni a szennyvíz, mert hogy fel kell pumpálni ezt a jó pár centit, ami van esetleg a szennyvíz kivezetés magasságig. Nagyon sok házvásárlás, nem azt mondom, hogy meghiúsult ezáltal, de az eredeti elképzelés, hogy hát akkor ott van egy rohadt nagy pince, és akkor lerakjuk a mosókonyhát, meg buliszobát csinálunk WC-vel mindennel, emiatt hiúsult meg, vagy pedig emiatt nehezedett meg, mert akkor egy tényleg egy darálós WC lehet csak odalent, átemelő szivattyú kell, stb. Ami árban is egy jelentősebb tétel, illetve ami problémásabb, hogy ez karbantartásilag
komoly probléma, mert egy darálós WC az állandóan beszarik, nekem is volt annak idején az egyik irodámban. Állandóan karbantartást igényel, nem dobhatsz bele akármit, nagyon odafigyelős a dolog, úgyhogy ez tud macera lenni. Ennél az épületnél az látszódott, hogy lemegyünk a pincébe, pince padlójá alá még a szennyvízzel. Viszont, hogyha jobbra vetettem a tekintetemet, és kinéztem közbe a garázsajtón, akkor azt láttam, hogy az utcának az aszfalt szintje, az körülbelül nekem fejmagasságban van, vagy még följebb, tehát körülbelül 2 méterre van fentebb a utcaszint, ahhoz képest, ami a pincének a padlója. Szinte kizártnak tartom, hogy a utcába, ráadásul ez egy, mint említettem, nyaralóövezet, kizártnak tartom, hogy a szennyvíz gerinc hálózatot az utcába levitték volna 2,5-3 méter mélyre. Ilyenkor, ami felvetül bennem, hogy a ház alatt kimegy a szennyvíz, ez 80-as években épült épület, nagyon nagy valószínűséggel korábban készült el az épület, akkor még emésztővel, egyebekkel, és utána lett az utcán képítve a gerinchálózat. És ebből fakadóan igazából az épület alatt elvitték a szennyvízcsövet, hátra a kertbe egy emésztőbe, és onnan aztán valahogy kivarázsolódott az utcai hálózatra. Most mivel hogy a kert az még mélyebben van, mint a pincének a része, ez egy nagyon nagy talány, hogy hová tűnik el a szennyvíz. Meg fogjuk nézni majd az elközműn, hogy hogy van megcsinálva. Találkoztam már olyannal, hogy le volt papírozva, hogy van rákötés, amit a tulajdonos tudott is igazolni igazából a számlával, vízszámlával, tehát hogy van csatornadíja, de közben nem volt rákötve, hanem az emésztő szépen nyitott állapotában, tehát nem volt kivetonozva az alja, fala is engedték a szennyvizet, szépen elszivárogtatta az egészet. És ha már szennyvízről beszélünk, akkor be kell ugranom dolgomat végezni egy benzinkutra, nem sokára folytatom. Szóval, autó megtankolva, belőlem a fáradt olaj leeresztve, ott tartottunk, hogy szennyvíz. Ha ilyen rejtett módon van megoldva a szennyvíz elvezetés, és ez problémát okoz a leendő tulajdonosoknak, akkor igazából egy átemelő szivattyút kell építeni aknával, meg hát kifordítani hátulról a szennyvizet, nagy valószínűséggel, aminek azért van egy ilyen 1,5 milliós költsége körülbelül, és az jogosan felmerülhet az a kérdés, illetve fel is merült a vevőjelöltek részéről, hogy nem-e lehet most ilyen. Nem, mert az átemelő szivattyúnak elég jól látható jelei vannak, valamint erre azért felszokták hívni a figyelmet az eladók is. De mondom, azt látni lehet, ha átemelő szivattyú van egy épülethez. Ez azért lehet egy kardinális kérdés, illetve egy sok pénzt jelentő kérdés, mert ha van is átemelő szivattyú, akkor annak azért van üzemeltetés és karbantartási költsége, ami bár bagatelnek tűnhet, mert mondjuk azt, hogy ilyen 8-10 ezer forint havonta, mert körülbelül 10 évet bír ki egy ilyen átemelő szivattyú, utána viszont több 100 000 forint kicserélni, de ennek van áramfogyasztása, stb. Tehát erre illik odafigyelni, hogy átemelő szivattyú van-e valahol, vagy nincsen. A másik megoldás, ami szokott egyébként lenni, hogy esetleg szomszéd telkén keresztül van átvezetve a szennyvíz a főgerincbe, mert hogy ott kedvezőbb volt a lejtés irány és svekvés irány. Ez is lehetséges. Konkrétan az én saját lakóingatlanomnál is így van megoldva, hogy nem előre vitték az utca felé a szennyvizet, mert átemelő szivattyú kellett volna, ahogy egyébként a szomszédnál ez van, hanem megkérték az alsó szomszédot, és az alattunk lévő utcába van levezetve a mi szennyvízünk, az alsó szomszédnak az épülete mellett. Ezt viszont le kell papírozni, illetve illik lepapírozni egy úgynevezett szolgalmi joggal, ami esetén a szomszédnak a tulajdoni lapján megjelenik, hogy szennyvíz átvezetési szolgalmi jog van a mi telkünkre nézve. Ez azért problémás, mert ingatlan érték szempontjából minden ilyen szolgalmi jog bejegyzés az százalékosan elég sokat nyom alatba a hitelbiztosítéki érték meghatározásakor,
Én, amikor értékbecsültem, akkor kapásból 10%-okat húzogattunk le, akkor, hogyha egy ingatlanon szolgalmi jogbejegyzés volt. Hipotetikusan tud több milliós dolog lenni. Ha viszont nincsen szolgalmi jogbejegyzés, az azt jelenti, hogy tegyük fel, ennél az ingatlannál a szomszédon keresztül van elvezetve a szennyvíz, de nincsen szolgalmi jog, és mondjuk a szomszédos ingatlant megveszi egy új tulajdonos, aki vagy tipikusan magyar és bérgeci mindenkihez képest, vagy összeveszik a másik szomszéddal, és azért lesz az. Az a lényeg, hogyha nincs szolgalmi jog bejegyzés, hivatalosan, hiába beszélték meg 30 évvel ezelőtt az előző tulajdonosok, hogy ott lesz átvezetve a szennyvíz, ő teljesen jogszerűen a telek határnál kvázi ledugózhatja, elvághatja a szennyvíz elvezetésnek a csövét, és onnantól kezdve ott állsz, hogy gyűlik a szar az udvarodba, és valahogy meg kell oldani a problémát. Itt is ez, ennél az ingatlannál, csak hogy visszatérjünk a podcast témájára, ennél az ingatlannál is egy igen jelentős kérdés lesz, hogy hogyan és miképpen van elvezetve a szennyvíz. A részleges felújítása a ingatlannak az nem érintette a egyrésztről a szennyvíz hálózatot, eternit cső van még behúzva, tehát az ejtővezetékünk az még eternit csöves, ami nem túl szerencsés, valamint az egész vízes rendszerünk a vízórától kezdve még horganyzott csöves, ami mondanom csak egy szintén nem túl szerencsés, de ezt viszont már lehetett látni a hirdetési fotókon is, mert az a 80-as évekbeli fürdőszoba van még azóta is, ami akkoriban jellemző volt, tehát ez a zöld mosdókagyló, meg egyebek, ami meg vannak olyan jelei annak, hogy horganyzott csövünk van, amiket egy hozzáértő az azonnal megállapít. Az a lényeg, hogy ez bebizonyosodott, már amit a fotók alapján sejtettem, hogy horganyzott csöveink vannak. A villanyvezetékünk, maga a villanyóra az szabványosítva van, van éjszakai áramunk, nappali áramunk. Hát ilyen csemegék vannak, ami majd egy valószínűleg podcast előtt már kikerül egy ilyen érdekesség Insta videóba, vagy valami hasonlóba. Lent a pincében van egy kisméretű villanyboiler az zuhanyzónál, és ennek a villanyboilernek a kondenzvíz elvezetését azt úgy oldották meg, hogy van egy 10 mm átmérőjű átlátszó cső, amit berejtettek a csempe alá, és végigvittek az ablak alatt, átvitték a másik falra a csempe alatt, és kidugták a épített zuhanyzónál, a lefolyónál, a csempéből a csövet. Teljesen nonsens az egész. Imádom a munkámat, mert olyan dolgokat látok, amire nincs észszerű magyarázat. Ezt kell igazából megérteni, hogy az, hogy egy épület mikor épült, az az alapvető építési technológiákat általában megadja. Még ebben a podcastben lesz erre egyébként még egy ellenpélda. De az ilyen hülyeségeket egyszerűen látni is kell, meg tudni is kell, hogy mi a franctól van. Ez egyébként determinálja azt, hogy nincsen vízszigetelés csempe mögött, hasonló dolog, mindegy, ez nagyon messzire vezet. Érdekesség, nagyon jót röhögtem rajta. Az épületünk egyébként kőbeton pincéből van, tehát nem téglás a pince, betongerendás béléstestekkel, maga a födém száraz, nagyon kis mértékű nedvesedést lehet benne mérni, tehát tök jól használható. Földszintre belépve, hát nyaralónak építették az épületet, tehát erre igazából nem tudok panaszt emelni, de a lépcsőnk az 45 fokos meredekségű, tehát rettenetesen kényelmetlen, ugyanakkor a fellépési magassága, mint a belépési szélesség, ami teljesen abszurd, pincelépcsőnél ez még megengedett, de lakóépületnél igazából nem. Tehát itt például életbe lépne az, hogyha ezt állandó lakhatásra szeretnék használni, ez a lépcső kubára kényelmetlen állandó használatra. Nyaralónál ez elmegy, meg hát általában tetőtérben a gyerekek vannak felzárva. Tehát ez, hogy 19 centi a fellépésünk, az még úgy szó-szó, de az, hogy 19 centi a belépési szélesség, az már egyáltalán nem oké, 25-26 centinek kéne lenni a kényelmes használathoz. 19 centi az meglehetősen kényelmetlen. Gázfűtésünk van, ahogy így félszóba említettem, a gázórát azt 2023-ban cserélték, nagyon kevés rajta a fogyasztás,
Egy idős hölgy lakja egyébként az ingatlant állandó jelleggel, de ahhoz képest is nagyon kevés volt a gázfogyasztása, ami valószínűsíti azt, hogy hát a földszinten fűtött magának egy szobát, az összes többi radiátort elzárta. Az épületünk a szigeteletlen, nincsen hőszigetelése. A nyílászárók azok 2020-asok, műanyagok, két rétegű üvegezéssel, tehát az viszonylag modern, kicsit hőhidas a beépítés. Vannak egyébként betonáthidalóink a hőkamara alapján a nyílások fölött, de ennek a tartós használatban a fogyasztás egy ilyen épületnek azért ilyen 2500 köbméter körül gáz, ami jelenleg ilyen 700 ezer forint éves szinten, illetve hát annyi lenne. Radiátorok vannak, a csövezésünk az részcsöves, viszont úgy van megoldva az egész, hogy a kazántól elindul egy főstrang, és abból ágaznak el gyakorlatilag a radiátorok, tehát nem szintenként tagolt a fűtésünk, emiatt nagyon kevésbé szabályozható, csak úgy tudod megcsinálni, hogy lezárod a radiátorokat gyakorlatilag onra meg offra, ennél jobb szabályozhatóságot nem lehet rajta elérni, de már a radiátorok modernek, mondom, a fűtési csövezésünk az részcsöves. Földszinten igazából nem volt semmi olyan, amiben bele lehetne kötni, vagy bele kellene kötni, kivéve azt, hogy ez egy balatoni telek, van erkély, illetve hát inkább ilyen terasz részszerűség, amit nem régen, pár éve burkolhattak le, cseppentőlemez nincsen, a ragasztott kerámia burkolat az túlnyúlik a teraszlemezen ilyen 3-5 centit, tehát az simán le fogott majd törni, meg hát nincs alatt a kent vízszigetelés sem, emiatt ez azért majd egy pár éven belül fel fog fagyni, de ez csak esztétikai jellegű. A tetőtérben az látszódott, illetve hallatszódott kopogtatásra, hogy a ferdesíkok azok deszkanált plusz vakolattal vannak ellátva, tehát nem gipszkartonozottak. A hőkamera alapján egyébként eléggé hiányosnak tűnt a hőszigetelés a tetőtérben, a ferdesíkoknál. És amikor felmentem a padlástérre, akkor ez igazából be is bizonyosodott, mert a szarufák között van csak 10 centi közeggyapot, az is szanaszét csúszkálva a ferdesíkoknál, illetve a vízszintes padlásfödém is úgy néz ki, hogy deszkanád vakolat, fölötte pedig a közeggyapot, ami még bitumenes lemezzel van kasírozva. Hát ez a 10 centi közeggyapot adja igazából a hőszigetelését a tetőtérnek, amennyire folytonos, annyira folytonos, ferdesíkoknál értelemszerűen már nem, ennyi idő után. Viszont ami meglepett és nagyon pozitív csalódás volt, hogy a tetőszerkezet az nem palára van méretezve, hanem teljesen jól el fog bírni egy cserépfedést is, tehát nem véletlenül cserélte az ikerfeles szomszéd már betoncserépre ki a tetőszerkezet, a tetőhéjalást, mert meg lehetett csinálni a tetőszerkezet sűrítése cseréje nélkül. Úgyhogy ez egy jelentős megtakarítás, sok millióban mérhető. Valamint azért a palafedésnek is az állapota elég jó, tehát ez azért 10-15 évig még nem kell hozzányúlni, ha csak nem esnek ilyen narancsféretű jegek abban a részen, és nem törik össze a palát. Ami fontos a nyaraló vagy lakófunkció mellett, illetve ezek között vacilálva, hogy mivel a szomszéd kicserélte a cserépfedését, és nem emelte meg a tetőszerkezetet, azaz annyit csinált, hogy van egy ellenléce, egy tetőléce, tetőfólia alatta. Így igazából a tetőtérnek a hőszigetelése két módszer létezik egyébként, vagy az van, hogy belülről leszedjük a deszka nád vakolatot, és szarufák közé bekerül akkor hőszigetelés, alá még egy réteg hőszigetelés, és még a párazárófólia gipszkartonozás annak a vászszerkezete. De ez azt jelenti, hogy ferdesíkon nézve egy ilyen 15-20 centit elveszítünk a beltérből, nem beszélve a jelentős pontási munkálatokról. Másik lehetőség, amit szoktam javasolni, hogy akkor kapjuk le a tetőhéjalást, jelen esetben a palát, kifelé vastagítsuk meg a tetőt, tehát a szarufákat magasítsuk meg, akkor közé fér 25-30 centi szigetelés, és belülről meg tud maradni ez a vakolt felület, ami most van gyakorlatilag, ami párazárásként szó-szó, tehát kielégíti a párazárásnak azt a fogalmát, amire szükségünk van. Ami fontosabb, hogy a közeggyapotnak a porát nem engedi be, mert felület folytonos a vakolás. Tehát ez így használható lenne. Viszont mivel a szomszéd nem magasította meg a saját oldalán a tetőt, ezért
kifelé nem tudunk vastagítani a tetőn, hogyha erről van szó. Magyarul, ha kicseréljük a palafedést cseréfedésre, akkor csak ezt a 10-12 centi hőszigetelést tudjuk berakni a szarufák közé, ami hát nem mondható acélosnak. Nyaralónak egyébként teljesen jó, lakóépület szinten ez már manapság nagyon kevésnek számít, de ami fontosabb, hogy nyaraló funkcionál is, nyaraló, mint nyár, nyáron lesz ez használva, meg fognak dögleni odafönt a melegtől. Most is, egyébként, a mostani hiányos hőszigetelt állapotban, de ha felújítanánk a tetőt, és beraknánk 10-12 centi hőszigetelést, akkor is. 10-12 centi hőszigetelés, az szinte, a nyári átmelegedés szempontjából szinte semmi. Egyébként a 20-25 centinél is így van, csak mondjuk két nappal később melegszik át a tetőtér, de egyszerűen a normál hőszigetelő anyagoknak normál vastagságban nincsen hőtároló tömege ahhoz, hogy egy tetőtér ne legyen tetőtér jellegű, azaz ne tudjon átmelegedni. Nyáron magyarul klímázni kell, lerövidítsem a dolgot. Az áramhálózat, tehát az árambetáp egyébként megengedi azt, hogy klímázni lehessen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a vételárért lehet egy olyan ikerház felett vásárolni, ami 80-as években épült, nagyon jó szerkezeti állapotban van, a palafedése az 10-15 évet is bazán ki fog még bírni, tetőszerkezetekhez nem kell hozzányúlni. Egyedül ami problématikus az az, hogy a tetőtérnek a hőszigetelése egy kalapszar igazából. Ami adottsága az épületnek, és ami tud esetleg probléma lenni, hogy ezeknek az épületeknek a ikerfél felé eső fala az egy rétegű lakáselválasztó fal, ezt egyébként le is mértem, és a mérések is igazolják, hogy csak egy rétegű falunk van a kettő között. Tehát magyarul egy zajosabb szomszéd az azért tud komfortbeli kényelmetlenséget okozni a másiknak. Áthallatszódik egyszerűen a zaj. Ráadásul a köztes falban vannak bevésve vezetékek, tehát van benne vízcső is, szennyvíz lefolyó is, villanyvezeték is, amik ezek mind tovább gyengítik a hangátlását a két lakás között. Úgyhogy ha felújításra kerül a fürdőszoba, vezetékekkel, mindennel, erre azért egy kicsit illene tekintettel lenni, hogy legalább ne az legyen, hogy amikor az ember zuhanyzik egy fél órát, vagy fürdik, akkor azt a szomszéd fél órán keresztül hallgatja, hogy susog a falban a víz. De összességében elmondható, hogy ez az épület megvásárolható, nyaraló funkcióra igazából tökéletes, és akár évekig is eltarthat, mire hozzá kell nyúlni bármilyen szinten, kivéve a horganzott csöves vízvezetékrendszert, mert az lehet, hogy eldurran a jövő héten, de lehet, hogy 5 évig semmi baj nem lesz vele. Na és akkor ehhez képest a másik épület ugyanennyibe kerül, az egy önálló családi ház, körülbelül ugyanilyen kis picsányi nyaralótelken, de önálló épület, egy településsel arrébb egyébként szintén a Balatonon. A vevőjelölt leírta, hogy ugyanannak a vevőjelöltnek néztem egyébként, leírta, hogy ezzel az épülettel kapcsolatban fenntartásai voltak már eleve, el is engedték egyébként, de ha már egyszer eljöttem a Balatonra, és itt vagyunk a másik településen, akkor neki megér annyit, hogy nézzem meg ezt az épületet is, hogy később ne az legyen, hogy a agyrágó bogár fúrja magukat belülről, hogy miért nem azt vették meg inkább. Ahogy mondták, ez egy önálló épület. Hirdetésben az szerepelt, hogy 87-ben épült, tehát igazából ugyanaz, mint a másik, amit megnéztünk. Árban 2 millió forint különbség van a kettő között. Tehát minden arra mutatott, hogyha tényleg jó ez a másik épület önállóan, akkor inkább ezt érdemes megvenni, mert nem egy ikerházfél, önálló telekkel, stb. Stb. Ez egy zsákutcában volt ez az épület. Nekem ami azonnal feltűnt, hogy egy közép erősségű áram vezeték megy át a telek fölött. Emiatt ez az épület az összes többihez képest hátrébb épült, és ennek az a magyarázata, hogy korábban is megvolt ennek a, tehát mindenféle középfeszültségű, nagyfeszültségű kábelnek, de mondhatnék egy temetőt, egy vasútvonalat, mindegyiknek megvan a védő távolsága, amin belül nem helyezhető el lakóépület. Na most, amikor ezt a házat építették, akkor még gyakorlatilag azt mondom, hogy pár méter volt csak a védőtávolság, de az a lényeg, hogy a telket kettészeli, ráadásul sréhen ez a villanyvezeték.
ami számomra kapásból azt jelenti, hogy a lakóépületet bővíteni nem tudod, mármint hivatalosan, máshová hiába kvázi nagy a telek, és hiába van az előkert, tehát az épület a telek hátsó végébe helyezkedik el, nem tudsz előre építeni semmit, mert ott van a villanyvezeték. Ebből következően igazából ez az ingatlan telekként is kvázi, nem azt mondom, hogy értéktelen, de majdnem annak mondható. A lakóépület az, ahogy bementem a telekre, lakóépületet láttam, hátul helyezkedik el, sima nyeregtetős épület, látszólag is nyaralónak épült, alafedéssel szintén, fölemeltem a vízóraknát, hát azt látom, hogy ilyen 70 centi mélységben áll benne a víz, mellettünk egyébként nádas, meg szántó, meg egyebek, tehát biztos vagyok benne, hogy elég magas a talajvízszint, és hát a lakóépület az körülbelül ilyen 30 centit van csak kiemelve az egészből. A köré épített betonozott teraszok, azok mind kvázi le voltak törve az épületről, tehát megsüllyedtek. És amit még lehetett látni, volt két fordítóakna a ingatlan mellett, ahol a szennyvíz kijön az épületből. Mind a két fordítóakna be volt omolva, földdel szépen betelt, tehát magyarul bemosta a talajvíz. Bent az épületben a villanyóránk az szabványosítva volt, egy fázis 32 amper. Bent az épületben, ami egyből szemet szúrt, hogy bár műanyag ablakaink vannak, de egy jó része, 2010-esek, egy jó része beleépítve a régi fatokba, és mit láttam a régi fatok fölött? Régi redőnyt okot, amit 80-as években már nem alkalmaztak. Tehát ez az épület beélet, hogy nem épülhetett 87-be, ez bőven 80-as évek előtt épült, és erre a teóriámra ráerősített az is, hogy olyan kapcsolók voltak még az épületben, amiket a 80-as években már nem lehetett kapni. Tehát ez jóval előtte épült ez az épület, ebből a szempontból a hirdetés az egy jó nagy kamu volt, de fontosabb volt, hogy milyen az épületnek az állapota meg jellege. A padló az alulról rettenetesen nedvesedett, nem is vártam mást egyébként, tehát nem vártam tőle azt, hogy vízszigetelt legyen meg egyebek, de azért elég rendesen nedvesedett, valamint a falaknak, az épületnek a hátsó részén a falak is erős nedvesedés jeleit mutatták, meg hát a műszeren is, ez volt látható. És ami probléma, hogy viszonylag alacsony a belmagasságunk, hiszen nyaralóról van szó, minek raktak volna 272-280-as belmagasságot, és mint említettem, 30 centit van kiemelve az épület, tehát lefelé egyszerűen nem tudnánk kialakítani egy vízszigetelt normális rétegnedet, mert nagyon közel van a talajvízszint is. Oké, meg lehet csinálni, értem, de egyszerűen nagyon nagy macera az egész. Meg hát, ahogy említettem, a falak is vizesednek, tehát ott azért arra még lemezbeütése, hogy bármilyen megoldást kellene találni. A régi fatokba épített műanyag nyílászárókkal kapcsolatban mindig azt a példát hozom fel, bocsánat annak, aki unja, ez inkább a új hallgatóknak szól, mintha egy szaros alsógatyára fölhűznál egy tisztát. Át fog ütni. Tehát nem ez a megoldás. Értem, hogy miért lett beépítve így az új nyílászáró, azért, mert a hőkamera alapján is látszódik, hogy nincsenek betonáthidalók az ablakaink fölött. Ez a régi fatok, ez önmagában ad annyi merességet a nyílásnak, hogy az nem nyomja meg az ablakot. Ha kiszedték volna ezt a régi geréptokos nyílászárót, ami rendesen fából van, megcsinálva mindennel, és berakják simán a műanyag ablakokat, akkor ott bizony keletkezhet annyi feszültség, meg annyi nyomás a nyílászáróra, hogy egyszerűen megreked, megszorul a műanyag nyílászáró, és hát azzal nem tudsz utána semmit se kezdeni. Tehát megvan a, hát ez nagyon hülyén fog hangzani, megvan a józan oka annak, hogy miért építik be fatokba a műanyag nyílászárókat, de valójában ez tényleg egy nagyon időleges megoldás. A probléma halmazt, azt arrébb toltuk egy pár évvel, és ennyi. Be fog rohadni egyébként a fatok a nyílászáró körül, szét fog rohadni. Vannak olyan hőkamerás felvételeim, ami már ilyen tok látszódik, teljesen hőhidas, bepudvásodott, nem jó. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz megoldás. Ez is egy tetőteres épület egyébként, fölmentem a tetőtérbe, milyen hónap van? Február van, kint egyébként most még 10 fok van, de már érződött számomra a gyapotnak a szaga. Tehát a kőzetgyapotnak, ásványgyapotnak a szagát lehet érezni. Én legalábbis érzem, rá van állva az orrom,
arra, hogyha olyan tetőtérbe lépek fel, ahol a közeggyapotnak a pora a száll a levegőbe. Ez a gyapott szag érzés, ez nem egy szuper képesség, ez egyszerűen rám ragadta az idők folyamán, ugyanúgy megérzem egyébként a magas páratartalmat és a dohszagot, egyébként nagyon sok ember van vele így, csak én kifejezetten érzem. Az a lényeg, hogy lambériázva volt belülről a tetőterünk, ami között egyébként át lehetett valamelyest látni, tehát teljesen egyértelmű, hogy nincs alatt a fóliázás, mert ennek a deszka jellegű lambéria burkolatnak a szegezésén látszik, hogy 95 centinként van, magyarul a szarufákon rögzítették, alatta nincsen fóliánk, van némi gyapot a pala alatt, a lambéria fölött, de ennyi az egész. Rettenetesen hőhidas, a hőkamera alapján látszódott. A fürdőszobában ott egy tetőkibúvó ablak van, amit ők gyakorlatilag tetősík ablakként használtak. A különbség az a kettő között, hogy tetőkibúvó ablakot hőszigeteletlen padlástérbe rakunk be azért, mert a kémény miatt kötelező, a kéményseprő ott ki tud bújni, soha nem bújnak ki, de mindegy, ki tud bújni, és tudja ellenőrizni a kéményt. Ha ez hőszigetelt térbe kerül be, nincsen légtömörsége, mármint zárásilag, nincsen olyan hőszigeteltsége, ami jó lenne. Magyarul teljesen biztos, hogy ki fog csapódni az üvegen a pára, ami szépen lecsorog rajta, és a körülötte lévő sima deszkázatot szarra áztatja. Ez látszódik is egyébként ennél az ablaknál is. Aki YouTube-on nézi, az látja ezt a fotót, vagy ezt a helyzetet. És ott le lehetett mérni, hogy hát nagyon filigrán maga a tetőszerkezetünk is vastagságban. Ebből fakadóan egyébként szinte biztos, hogy a tetőt cserélni kellene a palafedés cseréje esetén. De ami fő probléma, hogy ez az épület is egy magasított térfalas tetőtérbeépítés, viszont egy kurva koszorút vagy egy térfal pillért nem lehetett látni a hőkamerával, másik épületnél simán lehetett, meg egyébként máshol is lehet. Tehát az azt jelenti, hogy szerkezetileg sem jó ez az épület, ugyanis ha le lenne cserélve a palafedés és a tetőszerkezet egy cseréfedésre, annak a súlya miatt olyan terpesztése van már, hogy egyszerűen szétnyomná a tetőtéri térfalakat, mivel nincs benne merevítő vasbeton pillér. Tehát ez az épület szerkezetileg is szar. Ebből a szempontból a megrendelőnek teljesen jó volt az előérzete, hogy ez az épület nem megvásárolandó, tehát a másikhoz képest egyáltalán nem éri el azt a színvonalat, ami érdemes lenne, de itt inkább az a fontos, hogy mik befolyásolnak egy ingatlan értéket. Tehát az, hogy keresztbe fut rajta egy középfeszültségű vezeték, a számomra gyakorlatilag a halálos ítéletét írja alá a teleknek, ugyanis ahhoz képest, amikor ez épült, ahhoz képest a jelenlegi védőtávolságok már ennél sokkal nagyobbak. Nem beszélve arról, hogy a sok hülye összeesküvés elmélet miatt az emberek kurvára félnek a középfeszültségtől, meg a magas feszültségtől, aztán majd lehet, hogy nekik lesz igazuk, és én fogok megdögleni rákba valami hasonló hülyeség miatt, mert például egy plug-in hibridbe ülök, ami elméletileg szintén összeesküvés elméletek alatt a tojásaimat sütögeti az elektroszmoggal, mindegy, ki miben hisz, de az a lényeg, hogy eleve az ilyen hitek, meg előírások, meg minden miatt ez az ingatlan piacon rendkívül forgalomképtelen. És nem beszéltünk arról, hogy 2 millióval olcsóbb, mint a másik ikerfél, ahol rendezett udvar van, pince, földszint, tetőtér, körülbelül ugyanebben a méretben egyébként, méretileg, oké, hogy nem egy önálló ingatlan, de akkor is az egy örök életű, szerkezetű épület, mert jól van megépítve. Most az, hogy nem energiatakarékos, meg energiahatékony, azon lehet javítani. Ennél az épületnél viszont strukturális szerkezeti problémák vannak, amikkel igazából a dózeren kívül nem lehet mit kezdeni. Viszont, ha eldózerolja valaki ezt az épületet, és hivatalosan kérne egy új építési engedélyt, nem kapná meg, mert a középfeszültségű vezetéknek a védőtávolsága miatt már egy rendkívül szar
kisméretű épület építhető egy ilyen keskeny kis szar a telekre, mert más nem fér el a védőtávolságtól. Ha meg nem kér engedélyt rá, számtalan ilyen példát is tudok, ha meg nem kér rá engedélyt, hanem elbontja az épületet, mondvá, hogy ugyanabban az alapterületben felépít egy új szerkezetet, tehát alapozás, új falak, új födén, minden egyéb, az így szürke zónában elsüthető, viszont csak egy olyan szomszéd legyen az utcában, vagy az utcában bárki, aki följelenti építés közben, hatóság kijön, mivel hogy újjáépítésről van szó, az már teljesen más történet, teljesen más jogi kategóriába tartozik, arra engedélyt kellett volna kérni, ezért leállítják az építkezést, és ott fog állni a telek értéktelenül, az épület befejezhetetlenül, mert meg lesz rá a tiltás. Jelentős kockázatot hordoz magába egy ilyen telket, egy ilyen ingatlant megvásárolni, és ez csak azon múlt, hogy ahogy kiszálltam az autóból, megálltunk az utcán, már láttam a középfeszültségű vezetéket. Ami természetesen egyébként az ingatlan hirdetésben szerepelt, meg hát a 87-es építés sem igaz, nagy valószínűség ennél az épületnél 80 helyét az a tetőtérbeépítésnek az éve volt, akkor csinálhatták meg szerintem magát a tetőteret, és azért hirdették ezt így, hogy 87 benne épült az egész. Most nyaralókat néztem, ilyen is kell néha. A következő podcastig szia!